Sziasztok, én Echte vagyok, és már is folytatódik a The Thimbleweed Park, íme a második epizód, és hát egy izgalmas helyen hagytuk abba. Ray ügynököt ugyanis leütötték, és nem tudjuk, mi van vele, ráadásul úgy tűnt ugyanaz ütötte le, aki a játék elején lévő Boriszt, aki azóta már jobb létre szenderült, és elkezdett pixeleződni, ami a videójáték világában a bomlani akar lenni, gondolom. Úgyhogy most nincs is más választás, Reyes ügynökkel vagyunk, lássuk, mit tudunk csinálni. Ahogy látjuk, nála is a to-do listen a maga a beazonosítás van, tehát meg kell szerezni egy ikos fegyvert, meg vérmintát, meg stb. Már ide van írva, hogy a WC-67-es csőre is szüksége van a kalamboknak a szereléshez. Beszélni kell rendszámmal is, van itt minden. Jó, de akkor először menjünk és nézzük meg, hogy mi történhetett Ray ügynökkel, úgyhogy irány a sikátor. Hoppá, itt van Ray jegyzetfüzete. De ha bele akarunk olvasni. Definitely Agent Ray's notebook. I will of course refrain from perusing its contents. Agent Protocol. Természetesen Reyes ügynök becsületes és nem néz bele. Akármi is van ott, azt ő nem tudja. Hát mi tudjuk, mert ugye látjuk, de... Reyes nem. Jó, nincs itt más. Úgyhogy akkor menjünk be mi is a... Vagy Reyes-szel is menjünk be a... étkezdébe, és kérjünk, legyen inkább pick-up, kérjünk egy hotdogot vele is. I'll have one of these hot dogs. Már tudjuk már, milyen a hatás. We're trying to move him out. Let me get that for you. Eat up, hun, while it's still hot. Okay. That is the worst hot dog I've ever eaten. I, gotta go. Blah, blah. I feel better now. De ezt nem ütötték le. Majd később kiderül, hogy miért kell itt mindenkinek hotdogot ennie. Egyelőre legyen elég annyi, hogy ez így jó, és ezt kell csinálni. Viszont minden karakter csak egy hotdogot tud fogyasztani. Úgyhogy eddig kettő kipipálva. Jó, most menjünk a B utcára, ami itt innen indul itt az utca végéről. Tehát mielőtt még erre elindulnánk, ugye a Quickipel bolt felé, nézzünk be a másik utcára. Itt még nem jártunk, szerintem. Itt van egy érme, azt vegyük fel. Itt egy kis állatbolt volt, nem működik. Ricky süteményei, egyelőre hagyjuk. Egy láthatóan rossz telefon. Ez egy szépségszalon lehet. Egy játékterem. Azt írja open, de... és nyitva is van, csak nem nagyon működnek a dolgok. Na, itt van egy. Tokentron. Disco. Mi próbáljuk használni. It seems to be out of tokens. Igen, ez token kell. It's out of tokens. I guess I need to find tokens somewhere else. Na, ez majd egy másik történet lesz. Ó, itt is van egy porszem. És itt vagyunk a buszállomáson. Szuper, beszéljünk ehhez a nőhöz. Excuse me, ma'am.
My, my, my. What do we have here? I'm sorry, ma'am. I don't pay for affection. Sweetie, I'm not a hooker. Although, there is something about a man in federally mandated polyester that makes me want to forget my wedding vows. I'm Lenore Edmund Mulch, of the famed Pillowtronics Edmund family, and I'm waiting for my husband and son to arrive on the bus. Na, az Edmund család tagja tehát. Ugye a helyi gazdag család, ugye Chuck, akit nemrég temettek el, lánya. Hát megkérdezhetjük, hogy tud-e valamit a testről a folyónál, ugye a tetemről. Először kérdezzük meg, hogy mit csinál itt. What are you doing at the bus station? I'm just waiting for my husband and son to arrive, but it seems they will be a while. Maybe you and I could go and get better acquainted in the meantime, sweetie? Sorry, but I'm working on a case right now, ma'am. Várja a férjét és a fiát, de addig is el akart velünk szórakozni. Hát, talán mégsem járt olyan messze a feltételezésével. Reyes. Jó, akkor kérdezzük, hogy tud-e valamit a tetemről. Do you know anything about the body by the river? Oh, sweetie. Yes, yes, yes. So glad someone is finally getting rid of it. But one does hear things, and I do have an inkling of who might be connected to this nasty business. Valamit tud. Tell me who you think is connected to the body. Well, I hate to cast aspersions, but I suppose it is for the good of the town. Tell me what you know. Actually, no, I can't do this. The Edmund reputation is at stake. Na, kéreti magát. Ma'am, please tell me what you know. Fine, it was my sister Dolores. She abandoned our family and the business to become a... legyen mondjuk bőrjacky eladó. Leather jacket salesman? No, 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 no. It was far worse. She became... a video game developer. It all started a few years back. She only wanted one thing, to be a game designer for that awful game company, Mucus Phlegm. Uncle Chuck wanted something else for her, but no. She was too selfish, only wanted to make stupid adventure games. I've got to get out of this town. Uncle Chuck wants me to program his factory computers, but I just want to design games. I wish I could get a job at a company like Mucus Phlegm Games. Now the only thing I have to look forward to is my favorite computer magazine. In fact, I should check the mailbox and see if it's arrived yet. Na, egy új karakterünk van, Dolores Edmund, Lenore Huga, aki szintén ugye Chuck lánya. Itt is vagyunk most a nagy villában, birtokon. És hát ugye azt tudjuk már is Doloresről, hogy nem teljesen azt akarja csinálni, amit az apja, illetve nagyap, vagy nem is az apja, bocsánatot kérek, hanem nagybátyja csak próbál rá testálni, hogy a gyárának a automatikáját meg robotjait programozza és vegye át a céget, hanem ő szeretne videójáték fejlesztéssel és dizájnnal foglalkozni. Jó, nézzük meg a naplóját, mert nagyon izeg mozog. Keresünk meg az ideális állást, nézzük meg a leveleket, postaládát, és szökjünk meg, meneküljünk el Thimbleweed Parkból. Hát ő nem vágyik ide. Jó, akkor Dolores-szel ismét, vagy hát ismét egy flashbackben vagyunk. Dolores-szel ezúttal, úgyhogy akkor menjünk ki, először is a házból. Itt tudunk lemenni. És hát ez a ház, ez a mansion, azért a Maniac Mansion ismerőinek
és azt mondja, hogy le kell csekkolni a postaládát. Szóval a Maniac Mansion ismerőinek azért ez a ház elég sok poént tartogat, kapásból a kinézetével. Majd meglátjátok. Már ez a lépcső is egy kicsit utalás, de azért lesz itt még sok minden, szóval nem véletlen, hogy Ron Gilberték készítették ezt a játékot is. Sok utalás és poén van itt elrejtve. Hi there, George. I was just about to check the mail. Great timing. You still around, Dolores? Thought you'd have left this podunk of a town by now. Yes, hopefully soon. I'm looking for a job at a game company in the big city. That's not gonna make your Uncle Chuck happy. He'll just have to deal with it. What brings you all the way out here? I have your special magazine here. Oh, I've been waiting for that. Thank you. Sure, it's what we dedicated government employees do. Walk all the way out into the country to deliver a magazine. Megkaptuk tehát a computer magazinunkat, és ha már itt kint vagyunk, akkor vegyük fel ezt a benzines kannát, és vegyünk fel egy darab tűzifát is. Jó, visszamehetünk a házba. Nézzünk bele a magazinba. It's Bite Me World, the best computer magazine ever. Úgy tűnik, hogy valóban keresnek munkaerőt, ugye a Mucus Phlegm Games-nél, ami ugye a Lucasfilm Games paródiája akar lenni, és eszerint valóban lejelentkezni kell, lehet komputeren keresztül ráadásul egy állásért a cégnél, tehát pont amire Dolores vágyik. Wow, an ad for a job at Mucus Phlegm Games, my favorite game company. I hear they make movies too. This could be a dream come true. I'm going to apply. Interesting. There's a modem number to call. És újra izeg a naptár, vagy napló. Kiegészültek a feladataink. Ugye már mégis megtaláltuk az állást, ami nekünk való. De hogy be kell tárcsázni a modemet, és ki kell tölteni a jelentkezési ívet a Mucus Phlegmhez, majd a jelentkezési ívet postázni kell, meg kell szereznünk az állást, úgyhogy ez Dolores feladata. Ehhez pedig irány a szobánk. Először. Na. Hoppá, csöngettek. Akkor viszont menjünk az ajtóhoz, mert más nem fog oda menni, csak mi. Úgy látszik a postás az újra. Hi again, George. It's not like a government employee to make a mistake, but I forgot to deliver this important letter for your Uncle Chuck. He's busy in his workshop and can't be disturbed. I'll take it for him. Okay, Dolores, here it is. And remember, it's illegal to open someone else's mail. Punishable by a $50,000 fine and or 5 years in jail. Thanks, George. That's good to know. Okay, back to my vitally important government job. No, tehát ahhoz, hogy kitöltsük ugye azt a jelentkezési évet, ahhoz tudnunk kell egymást a Mucus Phlegm-féle programozásról. Úgyhogy először irány a könyvtár, megnézem, hogy most így is már ki tudja keresni a könyvet. Itt a könyvtár, és itt van ez a gép, ezt használjuk. Nem beszélünk hozzá, használjuk. Lots of books, but you have to know what you're looking for. Megkaptuk közben ugye egy borítékot, ami Chucknak jött, ezt majd el kell vinnünk neki. Igen, ebben a flashbackben Chuck még él. Szóval nem tudja még. Aha. Lots of books, but you have to know what you're looking for. Nem tudja még Dolores, hogy mire van szüksége. Jó, akkor viszont menjünk föl. Én ugye játszottam mind a nehezített, mind a könnyített verzióval már, de arra már nem emlékszem pontosan, hogy melyikben mi kell. Valószínű, hogy a könnyített verzióban erre nem lenne szükség. De hát kicsire nem adunk! Használjuk a kompjútert akkor.
It's connecting. Jó kis modemes betárcsázás. De jó volt. My computer's connected to mucus phlegm. Welcome to the new online mucus phlegm job application program. Just fill out your personal information and answer a few simple mucus programming questions. Then print out the application and send it to Mucus Phlegm. We'll get back to you in exactly 5 days. What is your name? Legyen Dolores Edmund. Mindegy, mit írunk be egyébként. What is your address? Teljesen mindegy, hogy ezek közül mit írunk be. Noted. Next, what's your programming language of choice? The language you are most proficient in. Hát itt mondjuk a basic-et. Interesting choice. Please answer the following questions about our proprietary mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question. When a game ships, it is encrypted using... Na ez az. Itt már ugye ilyen konkrét programozási kérdések vannak, ezekre még nem tudunk válaszolni, hát maximum szerencsével, mert ugye véges számú lehetőség van, tehát lehet, hogy pont szerencsénk lesz, de azért mi menjünk tutira, úgyhogy egyelőre szakítsuk félbe a jelentkezést. It'd be better to find some reference book on mucus before I answer these. De most már Dolores. Most már mondja is Dolores, és tudja, hogy a Mucus Phlegm programozással kapcsolatos könyvre van szüksége, úgyhogy akkor most menjünk a könyvtárba. It says there's a book on mucus here. It's in section 3.1. 3.1-es szekcióban van. Igen, ez a terep is konkrétan olyan, mint a Maniac Mansionben. Még itt van Chuck, a növény is, amit már ugyanígy hívtak a Maniac Mansionben, és úgyhogy el tudom képzelni, hogy itt Chuck Edmund is erről a növényről kapta a nevét egyébként a telefonnal, szóval itt a fotel, és ez a üzemen kívüli lépcső, csiga lépcső, ami a Maniac Mansionben mindig mindenki arra volt kíváncsi, hogy ha fölmegy a lépcsőn, akkor mi van, de sose lehetett, mert hogy out of order, úgyhogy ezzel kapcsolatban itt is itt van egyébként, tehát hogyha megnézzük. It says out of order. Használaton kívül, és hogyha fel akarunk menni, nem tudunk. Viszont most van egy olyan poén, hogy fölvesszük ezt a táblát. No one will miss this out of order sign. És most már nincs is ott, tehát... The out of order sign is gone, so it's obviously fixed. És egy föl tudunk menni. For a long time. És egy régi vágyunkat teljesítették, Ron Gilberték, fölmehetünk végre ezen a lépcsőn. Oh yeah. Mert hogy ez a hármas szekció, ugye 3-5, 3-6, látjátok, 3-7, és egyébként konkrétan egy csomó könyvcímet beleprogramoztak, kitaláltak, megírtak és ideprogramoztak az alkotók, úgyhogy le a kalappal komolyan, tehát ez elég nagy meló lehetett. Érdemes egyébként, mert sokszor poénok ezek a könyvcímek, de most erre nem vesztegetjük az időt, irány az 1-es, 3.1-es szekció, itt is van, és akkor innen kell kikeresnünk a Mucus Phlegmet, M betűnél, itt is van, ezt akkor fölvehetjük. És megnézzük a könyvet, ennyi az egész. No, ezt érdemes jól megtanulni, ami ide van írva, hiszen azzal kapcsolatban lesznek kérdések ugye ott a komputeren, vagy esetleg azt is lehet csinálni, hogy ugye lefényképezitek konkrétan ezt a képernyőt, és akkor úgy kikeresitek a megfelelő válaszokat, vagy megjegyzitek, teljesen mindegy, de erre lesz szükségünk a kitöltéshez. Jó, akkor gyerünk vissza. Mondom, gyere. A szobánkba. És akkor lássuk, használjuk.
Please answer the following questions about our proprietary mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question. When a game ships, it is encrypted using... Tehát, when a game ships, and is encrypted... Itt az állt, hogy shipped games are encoded using the unbreakable XOR encryption, tehát kódolás. Úgyhogy az XOR nyomjuk. Minden játékban más. How many actors can be displayed at one time? Hány színész tud egyszerre mutatni? Ezt is megnézzük. Eight actors can be displayed on the screen at one time, tehát 8 a megfelelő. Next question. What type of files are compiled scripts packed into? Milyen... mibe csomagolja be a fájlokat, ugye milyen típusú tömörítőbe? LFL, BIN vagy MFL? Itt pedig az van, hogy compiled scripts are packed into MFL files for distribution. MFL. Next question. Variables can be modified while debugging your program. Variables can be modified while debugging your program. Konkrétan ez állott is, tehát ez true. Thank you for taking the Mucus Phlegm programming test. Congratulations, you passed the Mucus Phlegm programming test. Yay! I answered all the mucus questions correctly. I'm ready to print out the application. Ki is nyomtatott valamit, vagy nem? Elég üresnek tűnik az a lap. Vegyük fel. I printed my job application, but the page is blank. Maybe the printer is out of ink. Üreset nyomtatott nekünk ez a nyomtató. Valószínűleg kifogyott a tinta belőle. Úgyhogy a következő feladatunk, hogy tintát szerezzünk. Gyerünk a konyhába. Az itt lent van, és szintén olyan lesz, mint a Maniac Mansionben. Itt a lépcső alatt nyílik. Ott ugye a lépcső mellett volt. De konkrétan az a konyha, még itt a vérszerű valami is a hűtőből, ami ugye természetesen, ha kinyitjuk, látjuk, hogy ketchupos üvege. De a kóla is itt van, meg minden sajt, tényleg elemek. Jó, vegyük egyébként föl ezeket a, ezt a eltört ketchupot, ketchupos üveget. Carefully handling broken glass. Jó. Nyissuk itt a szekrényt. There's nothing inside except an empty glass. Egy üres pohár, kelleni fog, vegyük fel. És töltsük meg vízzel itt a csapból. Láthatjátok, hogy folyik. The glass is now filled with water. Úgyni. Megtöltöttük vízzel. Még van itt valami. Igen, vegyük fel ezt a csípős szószt is. Így van, ezt ne hagyjuk ott. Becsukhatjuk. Rendben. Menjünk ide a nappaliba, vagy... Hogy nevezzem itt ezt az aulát. Igen, ez inkább egy aula. Nem lehet tovább menni, szóval nappalit már nem láthatjuk. És tegyük a tűzhelyre a fát. Úgyni. És tegyük rá a forró csípős szószt is. I'm not going to drink from something without reading the label. I'm not going to drink from something with a flask of extreme chili sauce by Brian H.J. comes with a warning. You might breathe fire. Maybe I should be careful with this. Szóval lehet, hogy tüzet okádunk tőle. Használjuk.
És valóban. De így meg tudtuk gyújtani a tüzet a kandallóban. Tűzokádással, hát ez tényleg elég erős lehetett. Jó, most olcsuk is el azonnal ugye itt a vízünkkel. Szuper, és keletkezett itt ugye ilyen korom. Azt fölvehetjük. Great. Now I'm carrying around a handful of black soot. Rendben, most menjünk föl. És keressük meg Chaka bácsikánk szobáját. Itt egyszerűbb, ha bemegyünk ezen az ajtón. És itt kötünk ki. El lehet menni itt hátul is kicsit hosszabban, de ez egy ilyen shortcut. Így gyorsabban ide jutunk. Egyébként ez az ajtó, ez csak hálószobája. Franklin, you idiot! I'm just trying to, you know, help. Is that yelling? Oh, gag me. I hope my dad and Uncle Chuck aren't fighting again. And since most of the machinery at the pillow factory is lying fallow, I've come up with this, you know, great plan to repurpose them. We can use them to make, you know, plush toys. Franklin, you idiot! The company is Pillowtronics, not stupid plush toytronics. We make pillows! What do you think that would do to our credibility, our reputation? Okay, Chuck, you're right, but I was up all night working on the business plan. Maybe you could just, you know, look at it? No, no, no! It's a pillow factory! Are you two fighting again? I'm getting so sick of this. You're brothers. Take a chill pill. You started the pillow factory together. Won't you ever stop fighting about it? Nothing you need to worry about, Dolores. Right, Franklin, old brother? Ah, yes. You know, your uncle and I were just, you know, talking business. I have some work to do. Dolores, can you get my 0.8 millimeter point tip soldering iron? You know, Uncle Chuck, you should use a 2 millimeter flat tip, and you never heat your solder hot enough. That's my favorite niece. I can't wait for you to take over the pillow factory. I know you'll keep the Edmund pillow dream alive. Láthatok tehát, hogy Chuck bácsi és a Dolores apja Franklin között hát van egy némi viszály, és hogy ki az erőteljesebb és ki a tutyimutyibb, illetve kinek vannak jobb elképzelései, amit ugye Chuck nem nagyon akar. Ragaszkodik ahhoz, hogy ez egy párnagyár, és ők párnákat gyártanak, nem játékokat. Jó, ha már itt vagyunk, vegyük fel ezt az üres tintás üveget, és tegyük bele a kormot. The ink bottle is now full of black fireplace soot. Illetve öntsük bele benzint. The ink bottle is now full of black ink. Így sikerült tintát készítenünk. Szuper, mehetünk akkor a szobánkba. Mindig mellé nyomok itt, és akkor tegyük a tintát a gépbe. That should do it. The ribbon is now fully inked. És tegyük bele a papírt is. There, the blank paper is back in the Printron 3000. Úgy látom, használni kell újra a kompjútert. Yay! I answered all the mucus questions correctly. I'm ready to print out the application. I always like to watch this part. Még borítékot is hajtogat belőle. Stamp the envelope. És meg is címzi a borítékot. Bélyeget azonban nem rak rá. Úgyhogy a bélyegről kell még gondoskodnunk. Gyerünk vissza a konyhába.
Öntsünk egy kis vizet újra a poharunkba. The glass is now filled with water. Jó, nyissuk ki a mikrót. Tegyük bele a pohár vizet. És a borítékot. Mármint nem azt, amit el akarunk küldeni, hanem azt a borítékot, amit Chuck bácsinak küldtek, ugyanis nem adtuk oda, nem véletlenül. Ígyni. És akkor használjuk a mikrót, és talán, ha felmelegszik, akkor a víz gőze segít leszedni a bélyeget a borítékról. Kész! Igen, le is jött a bélyeg, szuper! Mindegy, fölvettük a meleg vizet. És akkor használjuk a borítékot a mi level borítékunkra, vagy mi a bélyeget a mi borítékunkra. Készen áll a postázásra, szuper! Jó, hát akkor igazából más nem kell hozzá. Adjuk föl a levelet. Itt van Doug a kertész, aki mindig valahol ás. Nem kell vele foglalkozni, teljesen kattant. Digin! Tegyük bele tehát a borítékunkat a postaládába. How exciting! I hope I get the job. 5 nap múlva, délután 5 körül. Gyorsan lebomlott. Good luck. See ya. Diggin? Szóval 5 napig ott volt, és megvárta, amíg Mucus Flemnél válaszolnak a jelentkezési ívünkre. Diggin in the front green. Itt most be kell mennünk a szobánkba másra, ugyanis nem hajlandó Dolores kinyitni a borítékot. Csak a saját kis birodalmában, úgyhogy gyerünk a szobánkba. I can't reach that. És akkor most nyissuk meg. Now that I'm in my room, I'm still so scared to open it. I need to get up my nerve. Come on, Dolores, you can do it. Hagyjuk, folyamatosan próbáljuk meg kinyitni a borítékot. Okay, but if it's a no, that means I'm stuck in Thimbleweed Park and have to take over the pillow factory. Okay, but if it's a yes, what will become of Dad? Stuck here alone with Uncle Chuck. Okay, but... Okay, I'm opening it. Yes! It's a job offer from Mucus Phlegm to be a game programmer. I'm so excited! Can't wait to tell Uncle Chuck. He'll be so proud. But first... Ezt a győzelmi moonwalkingot, meg táncot, ez Dolores addig csinálja, amíg mi nem szakítjuk félbe egy gomnyomással, úgyhogy lehet nézegetni a remek lépéseket, és hadd örüljön, hogy fölvették a Mucus Phlegmhez, de csak eddig. Jó. Most már csak egy lépésünk maradt, hogy beszéljünk Chuck bácsival, úgyhogy gyerünk hozzá. Szembesítsük a tényekkel, miszerint a fene se akarja átvenni a hülye párna gyárát. Hello, my favorite niece. Igen, ezt nyomjuk. Kaptunk egy állásajánlatot Mucus Phlegmtől. Uncle Chuck! Great news! Yes, Dolores, what is it, my dear future leader of Pillowtronics? Here, read this. You're what? You're giving up the opportunity to run Pillowtronics to be a game programmer?
Yes, that's what I've always wanted to do. Not run Pillowtronics. I'm leaving on the first bus out of Thimbleweed Park. Then, Dolores, you are out of my will. You're giving up over $10 million. That's $20 million in 2017 dollars. Just to pick an arbitrary date in the future, you are dead to me. Dolores broke Uncle Chuck's heart and started programming those murder simulators. Real-life murder is the next logical step for her, sweetie. Stop her before she schemes her way into sweet Uncle Chuck's inheritance. Sure, we'll get right on that. Come back and see me soon, sweetie. Ciao. Na, visszatértünk tehát Dolores flashbackjéből. Láthattuk, mi történt. Chuck bácsi kitagadta őt a vagyonából, ezért Lenore a saját testvérére gyanakszik, hogy gyilkos hajlamai is lehetnek. Igen, itt most már Reyes ügynök is mondta, illetve fönt ugye látható, hogy villog, és rámegyünk, hopp, újra választható Ray ügynök. Úgyhogy hát akkor kattintsunk rá, ugye ott tartottunk, hogy leütötték. Mi van Ray-jel? I need to stay focused and solve this murder so I can get on with my plan. Ray él, szerencsére. Ő nem halt meg, viszont valaki, aki leütötte, lecipelte ide a csatornába. Úgyhogy innen kell kiszabadulnunk első körben, aztán folytatjuk a nyomozást. A következő harmadik epizódban köszönöm szépen a figyelmet, jövök vissza nem sokára. Most újra Ray ügynökkel nyomozunk tovább. Megismerjünk még további Thimbleweed Parki lakost, de van köztük nem kevés fura is természetesen. Megyünk tovább a nyomozással, ki kell derítenünk, hogy ki ölte meg Boriszt. Úgyhogy a harmadik részig várok mindenkit, és sziasztok!